Ez az első gyűjtési nap jóval 300 felett leszünk, ma különösen gomba gazdag időszak van. Hévizen a Dobogó Majorban rendezték meg a 21. országos gombász találkozót. A többnapos összejövetelt idén tartották először Hévizen, ahova nem csak a hivatásos gombaszak ellenőröket várták, de a környéken élők is csatlakozhattak a gyűjtőtúrához. Az érdeklődők a fajok azonosításának folyamatába is beleshettek, és előadásokat is meghallgathattak a témában. Vagyunk egy fáran, akiknek szakellenőri papírja van, de ide bárki, tehát aki a természetet szereti, még azt sem mondom, hogy a gombát, aki a természetet szereti, bárki eljöhet, hogy ha még a gombát is szereti, ne adjúl tanulni is szeretné, itt a remékel alkalom már azok, akik meg tudják határozni a gombákat, a hátunk mögött látható asztalra fölcímkézve már be, meghatározott gombafajok kerülnek egy-egy tányérba, és bárki, aki, aki előbbre akar jutni, az kérdezhet, Amennyiben tudunk válaszolni, akkor tudunk, ha nem, akkor előkerülnek a szakkönyvek, és megpróbáljuk abból frissíteni a saját és azoknak a tudását, akik kérdeztek. A találkozót minden évben máshol tartják, így jó alkalom nyílik az ország különböző területeinek és az ott lévő fajok felderítésére. A program első napján már több mint 300 fajt gyűjtöttek be, melyből kiállítás is nyílt itt a legveszélyesebb gombákat is megtekinthettük. A gombagyűjtőknek elengedhetetlen fontos, hogy ezt a gombát, amit én most megmutatok, ez a gyilkos galóca, ezt minden gombagyűjtőnek ismerni kéne. Egy jellegzetes kígyóbőszerű mintázat, bocskor, jól látható fejlett bocskor és gallér van, hát a színe az pedig ugye az olajzöldtől a, a sárgáig különböző lehet, és persze ennek a gyilkos gombának többféle változata van, alapvetően az amatoxin tartalmú gombák azok halálosan mérgezőek, és amivel napi szinten probléma van a vizsgálóba, erről beszéltem az elébb, hogy különböző méretbe hoznak, rendkívül gyönyörű szép gomba, valóban nagyon látványos szép gomba, tavaly azért volt az év gombája, hogy fölhívjuk rá a figyelmet, ezt mindenki behozza rókagombának, különböző méretbe, azt hiszik a kisebb akkor rókagombába, nem, ez akkor is világított ölcsérgomba, akármilyen pici, súlyosan mérgező ez is. Zala megye gombában gazdag terület, így sokan gyűjtenek rendszeresen gombát a környékünkön. Mint a gombaszak ellenőr kiemelte, az elmúlt időszakban kivételes volt a dömping, a mennyiségre évtizedek óta nem volt példa erdőinkben. Ez viszont kiemelt figyelmet is igényel a gyűjtőktől, hiszen még mindig gyakori, hogy mérgező gombákat visznek bevizsgálni. Így fogyasztás előtt mindenképp mutassuk meg kusarunk tartalmát egy szakellenőrnek.